Üdvözlök mindenkit, én Matyi Bobó vagyok, és visszatértem egy újabb videóval. És amint látni fogjátok, ez egy másfajta videó. A csatornán ilyen videó még nem nagyon volt, mondjuk nem néztem vissza nagyon a videókat, de szerintem inkább ilyen kalandos videók voltak, de azt szerettem volna elmondani, hogy ez egy másfajta videó. Ez ugye verekedős játék. Szóval láthattátok a logóból is. Egy nagyon jó verekedős játék. De én azt szeretném megmutatni, hogy ez egyben egy játékajánló is, hogy nyugodtan vegyétek meg, ez egy nagyon-nagyon jó játék. Szóval mindjárt meglátjátok, hogy milyen látványos is ez valójában ez a játék. Mindjárt meg is láthatjátok, hogy milyen kombókat lehet éppenséggel lenyomni benne. És hogy milyen sok fajta módot tud, csak azokat most nem szeretném megmutatni. Szokás szerint ebbe a próba világba megyek, mert szerintem ez a legszebb. Szép az a fehér háttér. De látjátok, hogy milyen kombókat nyomunk le, mert majd akkor látjátok, majd csak elasszátokat, amikor meglátjátok, hogy a szuper kombók milyenek. Már az előbb már felvettem egy videót, csak ki volt kapcsolva a hang, rájöttem. Aztán az is fel lesz téve, szóval... Az is fel lesz téve, szóval azt is fogjátok látni. Csak lehet, hogy... nem teszem fel, de az is lehet, hogy igen, szóval... Mindenféleképpen várjátok azt a videót is, mert lehet, hogy fel lesz, lehet, hogy nem. Ez lesz az első, szóval lehet, hogy ezzel úgy csináltam, de ez lesz az első. Szóval ebben majd megírjátok kommentben, hogy tegyem-e fel, attól függetlenül, hogy nem beszélek benne. Meg látjátok, milyen kombókat le lehet nyomni benne, szóval nagyon ajánlom mindenkinek Steam a leírásban, maga a játék a leírásban lesz. Ez a kettő lent lesz a leírásban. Meg még azt nem láttátok, hogy milyen, amikor szupererővel győzöd le az ellenfele. Szóval ott alul láthatok számokat, ott alul. Innen a szupererő. Ez például az egyik, de vannak sokkal látványosabbak is. Szóval ez a szuper kombó, meg vannak ilyen sima kombók is, ahogy látjátok. És ezek nagyon erősek, ezek a kombók. Például most is láthatjátok, hogy az ellenfelem benyomott egy szuper kombót. Meg olyan kombókat le lehet nyomni, hogy konkrétan mindenkinek ajánlom ezt a játékot, nagyon vegyék. Nagyon szépen kérlek, hogy vegyétek, mert nem fogjátok megbánni, azt előre is garantálom, hogy nem bánjátok meg, mert ez egy olyan szinten jó játék, hogy... És a szuper erő erejéből kiütöttem. Konkrétan lehet olyat is, hogy kivéded a szuper erőt, és kiütött a szuper erejéből. Mert már Petiko 76-tal volt olyan, hogy ő... Fogtuk, játszottunk, és akkor egyszer csak annyit veszek észre, hogy Petiko 76, csak úgy fogja, én beaktiválom a szuper kombómat, és ő meg csak felindul, és elvesztem az XP-t, vagy mi az, valami olyasmi, mert ugye ezt így csak egyből ránézésre csináltam a játékot, szóval nem olvastam semmilyen utasításokat el benne. Szóval ránézésre nyomom ezt a játékot, mióta megkaptam. Mert hogy ezt a játékot szülinapomra, névnapomra, vagy nem tudom mikor kaptam, nem én vettem magamnak. Mindjárt láthatjátok, hogy legyőzöm szupererővel, de nem jött össze. Mindegy, majd a következő körbe, addig megtartom a szupererőt. Akkor már csak lábbal fogok dolgozni most.
amit lenem verem úgy, hogy szupererővel halljon meg. De a másik videómban majd láthatjátok, hogy milyen az, amikor szupererővel hal meg az ellenfél. Az is nagyon látványos, amikor csak egy szupererővel meghal az ellenfél, mert ne tudjátok meg, hogy az milyen erő. Nagyon jó néz ki. De úgy láthatjátok, nem muszáj kombózni, csak úgy simán ilyen ütésekkel is nagyon el lehet szórakozni. Szóval nem muszáj bemenni ide, command list, aztán jaj, bemagolom az összes kombót. Erre nem is jöttem rá, hogy lehet ilyet. Mindegy, itt vannak ugye a szuper kombók, ezeket szoktam megcsinálni. Ha látjátok. A Neo Max Super Special Movies-t, meg a Super Special Movies-t szoktam megcsinálni. De már mint a Super Movies-ból csak azt a hátrafelét, azt szoktátok látni, amikor ilyen hatalmas nagy göböt küldök. De folytassuk is a videót, már gondolom idegeskedtek már, hogy ha miért nem folytatod a videó? Ha miért nem? Ha nem? Dumáljál már itt nekem! Ahogy látjátok, itt ki lehet védeni. Na ilyen, amikor legyőzöm szupererővel, most láthattátok. Így beszivárványozik a kép, szóval ez konkrétan mindenkinek nagyon ajánlom, mert ez egy nagyon-nagyon jó játék, szóval annyi időt bele lehet szánni, bele lehet ölni órákat, szóval. Már volt olyan, hogy Petiko 56-nak dolga volt. Én megmondtam neki, hogy miért megy el olyan jó ez a játék, hogy konkrétan mondtam neki, hogy játszunk még ezzel a játékkal. Ezt nem tudom miért csináltam, megbolondultam a videóba, oké? Na de ez a videó ennyi lenne. Remélem, hogy nagyon élveztétek. Ha tetszett, akkor jelezzétek egy lájkkal, vagy iratkozzatok fel. Írjátok meg kommentbe, hogy melyik kötök vette meg a játékot, és ő tetszett a játék, szóval, hogy nem volt-e kár megvenni nektek, de én nagyon ajánlom mindenkinek, már nem tudom, hanyadjára mondom el a videóba. Én Matyi Bobó voltam. Hello, ka!